A Szentendrei sorozatgyilkosság hét halálos áldozatot követelő bűncselekmény sorozat volt 1947-ben. Valójában nem Szentendre közigazgatási területén, hanem a várost körülvevő erdőkben Pomászhoz és Pilisszent Lászlóhoz tartozó külterületeken. A bűncselekmények két egymáshoz közeli erdős területen történtek. Az egyik helyen 5-10 éves fiú esett az elkövető áldozatául, másik helyen pedig egy turista házaspár. A gyilkosság sorozat azóta is egyike a valaha véghez vitt legtöbb halálos áldozatot követelő magyarországi bűncselekményeknek. Az elkövető kiléte és motivációja a kiterjedt hajtóvadászat és nyomozás ellenére ismeretlen maradt. Egy lehetséges teória, amit már egy korabeli rendőrségi jelentés is felvet, és egy történteknek alaposan utána járó 70 évvel későbbi cikk is utal rá az, hogy az elkövetőnek, aki valamelyik külföldi hadsereg szökött katonája volt. Szerelmi viszonya volt az egyik helyszínen megölt gyerekek nevelő anyjával, és valamilyen ebből fakadó konfliktus miatt dühödhetett meg a fiúkra. A turisták pedig rosszkor voltak, rossz helyen. A tettes azért végezhetett velük, hogy ne maradjanak tanúk. A hatóság az eset után sokáig nagy erőkkel súlykolták a közvéleménybe, hogy a kitelepítésből visszaszivárgott sváb elkövetőt feltételeznek és keresnek. Ezt a narratívát súlykolja egy egykori rendőrből lett bűnügyi író, Fóti Andor ezen ügyről írt novellája is. Valójában azonban több jel utal arra, hogy egy a háborúban megzavarodott volt szovjet katona lehetett a tettes. A gyilkosságok. 1947. augusztus 17-én egy hattagú csoport kirándult a Szentendréhez közeli Bölcsőhegyen. A Lajos forrástól nem messze található kékvízű forrásnál. Ez ma már Pomász külterülete. Megállt a csoport, és egy félmesszen fiatalemberre lettek figyelmesek, akivel szóba elegyedtek. A fiatalember egyáltalán nem beszélt magyarul. Túlélőknek a rendőrségen felvett későbbi vallomásai szerint azt állította, hogy német SS katona, aki egy Magdeburg környéki hadifogoly táborból szökött meg, és társaival Magyarországra jött kóborolni. Ezután ugyancsak a fennmaradt vallomás szerint a magyarországi viszonyokról kezdett érdeklődni, majd minden előzmény nélkül fegyvert rántott elő, és megpróbálta a társaság két tagját agyonlőni. A támadás során Denke Lajos több újságcikkban tévesen Benke, illetve Tenke néven szerepel. Holtan rogyott össze, és a felesége is életét vesztette. Az első korabeli sajtóhírek arról szóltak, hogy az asszony szívrohamot kapott, de a boncolásnál az ő testén is találtak lőtt sérülést, ami a halálát okozhatta. A kiránduló társaság többi tagja, a korabeli sajtóhírek szerint Kis Gyula és női ismerőse Palánka Ilona, valamint Pribil Károly vízvezeték szerelő és neje túlélték a váratlan támadást. Egyikük védekezésképpen fokosával a merénylő felé sújtott, mire az elmenekült. A megriadt kirándulók a szentendrei rendőrkapitányságra mentek és jelentették az esetet. A Szentendrei kapitányságra 1947. augusztus 18-án újabb gyilkosságról szóló bejelentés érkezett. A Pilisszent Lászlóhoz tartozó Bükki pusztán található Zvórai birtok fészerében. Az előbbi bűncselekmény színhelyét alig 2 kilométernél a tulajdonos holtan találta a birtokon állatokra vigyázó fia baráti társaságának 4 tagját. Az 5 fős fiúcsapat utolsó életben lévő tagja egy súlyosan megsebesült fiatalember volt, aki halál előtt még személyleírást adott a birtokon vérengző férfiról. A személyleírás megegyezett a bölcsőhegyi gyilkosság elkövetőjének személyleírásával. A hajtóvadászat. A gyilkosok felhajtásával Münnik Ferencet bízták meg. A rendőrség, a szovjet hadsereg és a magyar karhatalom nagy erőkkel körülzárta Szentendrét, és megkezdte a feltételezett elkövetők, a rendőrség kommunikációjában a kezdetektől megjelenő koncepció szerint egy a környező hegyekben bujkáló SS szabad csapat felkutatását. A kutatás során az erdőkre, orvosokra és barlangokra koncentráltak. A Macskajuk nevű barlangban álltak, találtak is hátrahagyott fekhelyeket és lőszerkészletet. A környékbeli falvakban számos beszámolót hallgattak meg a hegyekben elrejtőzött fasiszta ellenállókról
és hazafelé tartó szökött német hadifoglyokról, akik időnként megjelennek a lakott helyeken, a lakosságot fenyegetik és élelmiszert követelnek. Ezen beszámolók később hamis nyomnak bizonyultak. A hatóságok nem bukkantak fegyveresekre a hegyekben. A sajtóban többször is megjelentek olyan híradások, hogy a rendőrség nyomon van. A tettesek elfogása pusztán órák kérdése, illetve már el is fogták az elkövetőket. Egyes újságok pedig beszámoltak az SS és a magyar rendőrség közötti fegyveres összecsapásról is. Ezen értesüléseket azonban később rendre cáfolták. A kutatás néhány nappal később kiterjesztették a Duna bal partjára is. Eredményt ez sem hozott. A következő napokban, hetekben országszerte megszaporodtak a kóborló német csoportokról szóló híradások. SS szabad csapat felbukkanásáról érkezett hír Kemenes Hőgyész és Békás, illetve Rákospalota és Fót határából. Az észlelések ellenére egyetlen kóborló német katonát sem sikerült elfogni. Ellentmondások az ügyben. A korszak minden apró cseprő ügyre ráharapó szenzációihez sajtója kezdetben egyáltalán nem kapta fel az ügyet. Augusztus 21-én Dinnye és Lajos egy minisztertanácsi ülésen meg is jegyezte, hogy számára úgy tűnik, mintha a sajtó agyon akarná hallgatni az esetet. Ennek magyarázata az lehetett, hogy a sajtó zöme ekkora már a hatalomra törő magyar kommunista párt befolyása alá került. A választásokra készülő pártnak azonban rendkívül rosszkor jött a merénylet. A közrendet fenntartó rendőrség ugyanis az MKP és miniszter által irányított belügyi tárcához tartozott. A háború után azonban példátlan méretű és durvaságú bűnözési hullám sújtotta az országot. A rendőrséget pedig sorozatos kudarcok érték a közrend helyreállítása helyét folytatott küzdelemben. Kommunista befolyás alá került sajtó érthetően nem szívesen számolt be a kommunista irányítás alatt álló közrendvédelem kudarcáról. A kiránduló csoport elleni támadó viselkedése kifejezetten ellentmondásos. Bár elrejtőzhetett volna a kirándulók elől a merénylő, azonban nem csak elbeszélgetett a túrázókkal, de ha hinni lehet a korabeli rendőrségi jegyzőkönyvnek, gondosan be is számolt jelenlétének okáról. 10 társáról, majd a gyilkosság elkövetése után szemtanúkat hátrahagyva menekült el. Zbórai birtokon történt vérengzés pontos ideje nem ismert. Ugyanakkor nehezen magyarázható, hogy az elkövető miért vállalkozott egy második gyilkosság elkövetésére is, amikor érdeke az lett volna, hogy minél hamarabb és a lehető legjobban eltávolodjon az előző gyilkosság helyszínétől. Egy alkalommal a sajtóiroda beszámolt arról is, hogy a hatóságok azonosították a tetteseket, azonban személy leírásukat és nevüket sem akkor, később sem tették közzé. A gyilkosságügyi lezárásról kevés tudható. Az ügyben bírósági per nem zajlott, ítéletekről a tettesek elfogására a sajtó nem számolt be. Mindössze 19 éve később egy újságcikkben olvasható utalás arra, hogy az elkövetőt a törvény utolérte. A gyilkosság sorozat azóta csaknem teljesen feledésbe merült. A helyi lakosok visszaemlékezései, valamint több más adat köztük rendőrségi források szerint is a gyilkosságok elkövetői valójában inkább egyesek által álltak személyesen is ismert, Vaszil nevű kozák vagy ukrán származású korabeli szovjet katona lehetett. Ezt a verziót erősíti az a tény is, hogy a hatóságok végül sohasem adtak hírt az illető elfogásáról. Mi több, az első körözési felhívásban még a rendőrség is orosz legénységi egyenruhába öltözött lábtekercses elkövetőt keresett. Így több mint valószínű, hogy a hatóságok kezdetektől fogva tisztában voltak azzal, hogy nem német, hanem szovjet elkövetővel állnak szemben. Arra azonban politikai megfontolások miatt gondolni sem merhettek, hogy ezt tudassák a nyilvánossággal is. Ezen logika mentén hatalmas erőkkel megindított hajtóvadászat az elkövető kézre kerítése helyett sokkal inkább azt a célt szolgálhatta, hogy elejét vegyék újabb, a nyilvánosságot felkavaró bűncselekménynek, ami már csak a közelgő nemzeti gyűlési választása való tekintettel is nagyon kevéssé lett volna kívánatos a hatóságok számára. Emlékmű. A bölcsőhegyi gyilkosság helyszíne közelében alig 2 kilométernyire a Lajos forrási turistaháztól egy nem különösebben feltűnő, kőből faragott emlékmű őrzi az ott meggyilkolt házaspár emlékét. A Kartográfiai Kft. Által 1996-ban kiadott
és a Szarvasfaragó kiadású 2005-ben megjelent visegrádi hegység térképek is a turistaházszó majdnem pontosan északnyugati irányban légvonalban körülbelül 1500-1600 méternyi távolságban tüntetik fel a Denke Lajos emlékművet. Ezen az emlékművön tévesen 1917 szerepel 1947 helyett. Nem a kékvízű forrás, hanem az attól még távolabbra található helyi ipari forrás közelében. A térkép szerint a forrásig a sárga turista jelzés vezet, ahonnan észak-észak-keletnek fordulva egy jelöletlen erdei úton érhető el körülbelül 400 méteres tengerszint feletti magasságban emelt emlékmű. Ez lett volna a Szentendrei gyilkosságok története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ki is lehetett a tettes valójában, azt valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni. Nyugodtan írjátok meg a véleményeteket hozzászólásban az esetről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!